Idén is tanévkezdő értekezletre várták a ceglédi tankerülethez tartozó iskolák igazgatóit az Imregi rendezvényházba. Harmadik éve tartjuk meg azt a tanévkezdő igazgatói értekezletet, amelynek három fontos funkciója van. Egyrészt megköszönjük a munkáját az eddig nálunk igazgatóként működő kollégáknak, kolléganőknek, akik leteszik a lantot. Köszöntjük az új munkatársakat, az új igazgatókat, mert most azért különösen fontos, mert országos ilyen átadás, kinevezés átadás nem volt, tehát mindig miniszter úr adta át a kinevezést az igazgatóknak, de a Covid-ra való tekintettel most ez tankertenként van megszervezve. És a harmadik pedig szintén hagyomány, hogy a hangszercsere program meghirdetése következtében most átadunk néhány hangszert az iskoláknak, amit ebből a pályázatból nyertek. Idén több mint 14 millió forint értékben vásároltak hangszereket, amiket ma adtak át az intézményvezetőknek. Fodor Gábor elmondta, nyugodtan és szabályos körülmények között indul az év. A tankerület felszerelte az iskolákat minden olyan eszközzel, tisztítószerrel, ami szükséges a fertőtlenítéshez. De speciális intézkedési tervet is készítenek az iskolák számára. Ez arról szól, hogyan alakítsák át az oktatást, abban az esetben, ha a járvány miatt megnövekedne a betegek száma. Az igazgatóktól azt kérjük, hogy készítsék el a saját iskolák intézkedési tervét, arra nézvést, hogy hogyan oldják meg a csengetési rendet, a szünetekben való elszeparálás a gyerekeknek, hogyan tudnak távolságot tartani, és hát nagyon fontos, hogy mindenkit mindig tanítsunk meg szépen és jó kezet mosni. Az értekezleten Földi László országgyűlési képviselő is köszöntötte a résztvevőket. Köszönetemet és hálámat fejezem ki minden kedves igazgatónő, igazgató úr, és önökön keresztül a tantestület valamennyi tagjának, hogy a tavaszi covidos szituációban, az online oktatásban nagyszerűen helytálltak. Ugye sokat beszéltünk a Covid vírus kapcsán arról, hogy a egészségügy, határőrség, mit tudom én, de a pedagógusok, a tanítók, tanárok legalább olyan szinten álltak helyt, mint a más területen lévők. Ezért mindenféleképpen köszönet és hála illeti önöket, és önökön keresztül minden Magyarországon élő és dolgozó tanítót, tanárt. Idén 27 intézményvezetőt köszöntöttek. Köztük volt, akit azért, mert nyugállományba vonul, vagy máshol folytatja a munkáját, de az új igazgatókat is köszöntötték.